Kínai, szíriai, amerikai és palesztin családok meséltek arról, hogyan töltik a karácsonyt, milyen ételeket készítenek, számukra mi a legfontosabb az ünnepekben. A gyakorló iskola karácsonyi műsorán az intézmény kettős állampolgárságú diákjai és hozzátartozóik mutatkoztak be egy-egy kis filmben. Szeretem itt azokat a dolgokat, ami érdekes, például a játékok, a beunzák és többi. A rendhagyó karácsonyi műsorral a toleranciát hangsúlyozták. Márkus Róbert Zsolt, az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájának vezető tanára köszöntőjében az ünnepek lehetőségeire hívta fel a figyelmet. Többek között a megbocsátásra, a harmóniára, az érzelmi és lelki közösségre, amit a család adhat. Azzal, hogy a gyerekek bepillanthattak a különböző nemzetek karácsonyaiba, az intézmény befogadó szemléletét hangsúlyozták. Mennyiben változtak meg a szokásaik, amióta a hazánkban élnek és a mi közösségünk részét alkotják. Azt gondolom, hogy ennek különösen nagy jelentősége van az elmúlt időszak történéseit figyelembe véve. Rengeteg sztereotípia terjedt el ezekkel az emberekkel kapcsolatosan, és a gyakorlóiskola ezt is célul tűzte ki, hogy ezeket a sztereotípiákat próbáljuk elfojtani, és megismerni az embert és az emberrel foglalkozni, illetve a gyermekkel. A Szabó család a magyarok ünnepekhez fűződő viszonyát mutatta be. Mások mellett a tradicionális ételeket, összetartozást és a közös zenét hangsúlyozták. Utóbbiból egy kis ízelítőt is adtak a műsorban.